A megyei másodosztályban veretlenül megszerzett bajnoki címet követően a megyei első osztályban sem talált legyőzőre ősszel a Balkány, így Mirgai László együttese a tabella élén tölthette a téli szünetet. Az átigazolási időszakban Szilágyi Krisztián nagydobosra távozott, érkezett viszont Borsi Dávid Nagykálóból, Potornai Márk Sényőről és Lipcsei Márk Nyírbátorból. Utóbbi két játékos azonban olyan súlyos sérülést szenvedett a felkészülés alatt, hogy tavasszal nem számíthat rájuk a szakvezető. A balkányi együttes természetesen az utolsó fordulót követően is a tabella élén szeretne állni. Azért az a 6 pont nem olyan nagy előny. Én azt gondolom, hogy ha 12 ponttal vezetnénk, akkor nyugodtabb lennék, hiszen a 3 pontos rendszerben elég két zakó, és akkor már befogtak, és azért nem szabad elfelejteni, hogy Nagyecsed nagyon jó csapat, illetve hát erősödött a Mándok, erősödött a Máté szak, azért a Fogarasi Zoli jó munkát végez, ismerjük, de ugyanígy mondhatnám, hogy a Vásáros Namény is erősödött, hiszen a Farkas Bélát ismerjük, hogy egy keménykezű edző, rendbe rakja őket, védelmüket erősítették, és még sorolhatnám a többi csapatot is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság lesz, és nagyon meg kell ezt küzdeni azért, hogy ezt a 6 pontos előnyt tartani tudjuk. A góllövő listát 13 találattal vezető Igor Bogdanovic szerint a csapatot nem nyomasztja a másfél éves veretlenségi sorozat. Egyelőre senki nem akar foglalkozni ezzel, hogy most hány meccset nem kaptunk ki, vagy hogy volt, meg mi volt. Meccsről meccsig fogunk menni, egymás után nézegetünk az ellenfélek, próbáljunk úgy készülni minden egyes meccsre, hogy ezt a széria tovább folytatna, mivel nekünk utolsó is, legutolsó cél az, hogy ezt a bajnokságot megnyerünk, hogy most ezzel fog-e lenni veretlenség, vagy minden meccset megnyerni, vagy akár pár meccset kikapni, legyen az, mivel utolsó is legfontosabb cél megnyerni ezt a bajnokságot, mivel most úgy járunk. Szerintem mindenki tiszta van ezzel, és mindenki fog tenni oda magát, hogy ez a akár széria, akár pontvadászat tovább is folytat. A megyei első osztály 17. fordulójának párosítása a következő: Nagyecsed Máté Szalka, Baktalórántháza Ibrány, Vásáros Namény Nyírgyulaj, Nagyhalász Tiszavasvári, Fehérgyarmat Balkány, Rakamasz Sényű és Gyulaháza Mándok.